A világ majdnem 200 országa közül 25 nagyon gazdag. A gazdagság azt jelenti, hogy a lakói évi 30 millió forint felett visznek haza. 25-nél ugyanakkor sokkal nagyobb a szegény, sőt nagyon szegény országok száma. A legszegényebb 20 országban az éves kereset 275 ezer, vagy napi 1000 forint alatt áll. Min múlik, hogy egy ország alapvetően gazdag vagy szegény? Alapvetően három tényezőn. Az intézményrendszer a legfontosabb. A gazdag országokban rendre jól működő intézményrendszer találunk, míg a szegény országokban nagyon rosszakat. Egészségügy, oktatás, jogrendszer, közlekedés, szociálpolitika, adórendszer, stb. Egyértelmű az összefüggés. A jól működő intézmények megbízhatóbbak, kevésbé korruptak. A szegény országok pedig rendre nagyon korruptak. Ha egy ország korrupt, nem tud elegendő adót begyűjteni a jól működő intézményrendszerhez, ami a szegénységi csapdából kilábaláshoz szükséges volna. A világ legszegényebb 20 országából a vagyon fele offshore számlákra vándorol. Ezekben az országokban az így elveszett állami bevétel átszámolva több ezer milliárd forintnyi. Anélkül ezek az országok nem tudják fejleszteni a rendőrséget, az oktatást, egészségügyet, közlekedést. A klán alapú gondolkozás is nagylelkűen támogatja a korrupciót. Egy gazdag országban a munkaerő felvétel például úgy fest, hogy a cég több jelölttel is készít interjút, és az ismerettségtől függetlenül a legjobb fut be. De a szegény országokban már ezen a szinten is korrupt a folyamat, legtöbbször az emberek saját csapatukból választanak. Nagybácsik, bátyók, törzs másik tagja kerül pozícióba. Ez oda vezet, hogy a népesség intelligenciája és tehetsége nem fejlődik megfelelően. Kultúra, vagyis milyen humán tőke lakik az emberek fejében, és miben hisznek. Egészen kirívó a szegény területek és a vallásosság közötti összefüggést firtató statisztika. Az az általános tendencia, hogy minél kevesebb a vallásos polgár, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az ország gazdag. A világ 20 leggazdagabb országában, leszámítva ezek közül az USA-t, a lakosság több mint 70%-a azt gondolja, hogy a vallás nem fontos az életükben. Ezzel ellentétben a világ legszegényebb országaiban extrém sok a hívő. A legeslegszegényebbeknél, például Nigerben, Bangladesben, Szomáliában vagy Kongóban gyakorlatilag minden állampolgár mélyen vallásos. A vallásosság azért gyengíti a vagyonosságot, mert olyasmiket táplál, hogy valami itt és most nem megoldható, ezért a belsőre kell figyelni és egy másik világ felé kell fordulni. Kevésbé érzékelhető így a nyomor. De a gazdag országoknál éppen az ellenkezője igaz. A polgárok nagyon is hisznek abban, hogy a saját erőfeszítéseikkel meg tudják változtatni és jobbá tudják tenni a sorsukat. A legszegényebb országok túlnyomórészt trópusi régióban találhatóak. Ez nem véletlen, az élet arra felé sokkal nehezebb. A mezőgazdasággal kezdődnek a problémák. A trópusi növények szénhidrát tartalma általában alacsony. A szegény országoknak rendre gyenge a termőtalaja. A trópusokon a növények kevesebbet is fotoszintetizálnak, a házi állatok pedig a magas páratartalom és a sok cecelé csípés miatt aluszékonyak, inaktívak. Az embereket súlyos kórok veszélyeztetik. A legszegényebb országokban a lakosság minden tagja legalább 5 trópusi kórtól fertőzött egyszerre. És még lehetne sorolni a hátrányokat. A gazdag országok átlag klímája 16 fok, a statisztikák alapján ez az ideális átlag hőmérséklet a jóléthez. A szegényebb országokban nagyon rosszak a földrajzi összeköttetések. Az olyan országok például nagy hátrányban vannak, amelyeknek nincsen tengerpartja. Bolívia és Paraguay a legszegényebbek Dél-Amerikában. Ázsia legszegényebb országai, Afganisztán vagy Mongólia szintén tengerpart nélküliek. És ide tartozik a természeti kincsek kérdésköre is. Ezek az anyagok igazi bajkeverők. Paradoxon, de gyakran a legszegényebb országoknak van belőlük nagyon sok. Közgazdászok ezeket a forrásokat erősítőknek nevezik. Egy jó intézményrendszerrel rendelkező országot gazdagítanak, de egy rossz intézményrendszerrel bírót még szegényebbé tesznek, és végül úgynevezett forráscsapdához vezetnek. Például Kongó ásványkincsekben a világ egyik leggazdagabb országa, tantalitból például nekik van a legtöbb, amiből minden egyes mobiltelefonban találunk egy kicsit. De ez az ásványkincs vagyon csak a felső osztályt segíti pénzjutáshoz anélkül, hogy a teljes társadalom együttműködne. Egy ilyen kitermelést egy kis csoport igazságtalanul kézben tarthat néhány fegyveressel, és simán kijuttatja az árut a magáneszközeivel a piacra. De mégis mit tehet egy szegény ország, ha ilyenek az adottságai? Egy nemzet vagyonának körülbelül fele az intézményrendszere felől termelődik, körülbelül 20% köszönhető a társadalom kultúrájának,
és 10-10% tulajdonítható a földrajzi szélességi foknak, a világgal való összeköttetésnek és a földtani jó szerencsének. Ha a megváltoztatható tényezőket vesszük figyelembe, ezek együttesen körülbelül 70%-ot tesznek ki. Ezt hívjuk humántőkének, és egy ország fejlődését leginkább ez határozza meg. Döntéshozói szinten ezek a tényezők jelentőségteljesen figyelembe veendőek, hiszen ezek meghatározzák az ország fejlődésének irányát, mértékét. Ezért kell a választásokon olyan programokra szavazni, amelyek a humántőkét támogatják, erősítik. A történeti tapasztalatok azt mutatják, hogy a felzárkózás elsősorban nem az adott országon, nem az adott nemzeten, nem az adott társadalmon múlik. Nagyon sok múlik a nemzetközi környezeten, vagy a világgazdasági környezeten. Így ahhoz, hogy egy ország igazán fel tudjon zárkózni, ahogyan például a távol-keleti, dél-kelet-ázsiai kistigrisek fel tudtak zárkózni, vagy az észak-európai országok egy korábbi ciklusban fel tudtak zárkózni, ez az kell, hogy legyen egy világgazdasági konjunktúra, amire ők fel tudnak kapaszkodni. De nem csak a külső körülményeken múlik, a belső politikákon is múlik. Mi az, amit mi tehetnénk? Hogyha az északi országokat követnénk, akkor, és valószínűleg ez lenne a jobb irány, akkor nagyon fontos lenne, hogy beruházunk az emberi tőkébe, vagyis az oktatásra, az egészségügyel, a munkavállalóknak az értéktermelő képességének növelésével és javításával tehetnénk ezt. Itt nagyon fontos szerepe lenne az államnak. Az állam önmagában nagyon fontos és nagyon hasznos szolgálatot tehet azzal, hogyha az állampolgárainak munkaképességébe, értékteremtő képességébe beruház. Oktatással, egészségügyel, egészségvédelemmel, egészségmegelőzéssel, itt valóban fontos szerepe lehet az államnak. Aztán szerepet vállalhat abban is, hogy a munkavállalók könnyebben és gyorsabban eljuthassanak a munkahelyükre, az iskolákba, tehát a közösségi közlekedésnek, viszonylag fenntartható közösségi közlekedésnek a fejlesztésével. Ami a távol-keleti példa, az ennél valamivel rázósabb. Ezek a távol-keleti felzárkózó államok, ezek alapvetően konzervatív, inkább reformdiktatúrák voltak. A fejlesztő állam itt kevés számú gazdasági vállalkozást részesített előnyben és kezdett megerősíteni. Ez számunkra kevésbé vonzó perspektíva, ami a mi felzárkózásunkat segíthetné, nem garantálja, de segíthetné, az az északi típusú jóléti állam.